Már hetek óta metszik a fákat Győr legnagyobb gyümölcsösében. Első körben a bodzát és a cseresznyét kell megszabadítani a felesleges ágaktól. Több mint egy hónapja folynak a metszési munkátok, hogy értelmszerűen az adott állományban, amit megenged a növény egészségtan, tehát kajszi termésűeket nem szabad megbántani. Főképpen bodzával, illetve cseresznyével haladunk, és most hétvégén, majd szombaton az almát kezdjük el. 4-5-en végzik a metszést a 30-40 hektáros területen, ami hatalmas munka, és nem lehet sokáig várni, mert ha melegebbre fordul az időjárás, akkor szinte azonnal a rügyek is megjelennek a fákon. Itt azért kompromisszumot kell sokszor kötnünk, mert a lemosó permetezés a nyakunkon van, és emiatt fel kell gyorsítanunk egy csomó állománynak a metszését, hogy be lehessen menni a területre, illetve hát a lemosó permet megfelelő hatékonysággal tudjon működni. Úgyhogy ezek mind időszorítást nyomnak a hátunkra, illetve hát még van egy 1500 tős pótlásunk is, ami előttünk van. Úgyhogy itt most, ahogy az idő engedi, a fagy felenged és a föld engedi, a talajmunkák is elkezdődnek párhuzamosan. Úgyhogy ilyenkor legaktívabb időszakot éljük. A nagy család gyümölcsösében a hétvégén segítenek azoknak, akik elsajátítanák a metszés tudományát. Az elmúlt évben a kertbarátok körében nagy sikert aratott az esemény. Tavaly évben Babit Szabos barátom adott egy elég mély szakmai oktatást, továbbképzést a kertbarátoknak, volt előadás és sok minden más. Idén Újhelyi Károly úr vállalta fel ezt a feladatot, aki szintén a kertbarátoknak egy oszlopos tagja, és ő fog bemutatót tartani a mi területünkön, várhatóan szombaton, jól tudom, 9 órától 10:30-ig lesznek itt kint a kertbarátok, egy szervezett program lesz. Mi hát az alapanyagot, a fákat adjuk hozzá, meg ami a saját tapasztalatunk, de Karcsi bácsit engedjük kibontakozni a területünkön. Úgyhogy ha bárkinek bármilyen kérdése felvetül van, szívesen segítünk. Igazság szerint mi is minden éven külső segítséget és igénybe veszünk, mesterektől tanulunk mi is folyamatosan, mert a jó pap holtig tanul, azt mondják, és mi is mindig tudunk új információkat felvenni. Ilyenkor általában egy ilyen bemutatón sok ember megosztja a tapasztalat, egymással találkoznak kertbarátok, beszélgetünk azokról, hogy mik az irányok, mik az új tendenciák. Most szombaton tehát a nagy család gyümölcsösében délelőtt 8:30-től egészen 12:30-ig minden érdeklődőt várnak a nyilvános metszésre.